Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök VNTV-t, Vonatúra televíziót láthatnak, és más hangszeretett társalgás adássorozatunk van. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Szolár Szilviát a stúdióba. Köszönöm. Szilvia volt már itt nálunk sokszor, és a táborainkban is nagyon kedvelt személyiség, nagyon fontos témát képvisel, és aki nem tudná, hogy Szilvia mivel foglalkozik, én egy pár szót mondok csak, de igazából téged szeretnélek megkérni, hogy sokkal pontosabb, hogy te megfogalmazod, de egy olyan területre bukkantál, olyan biológiai törvényszerűségeket fedeztél fel, amihez azért már igen mélyre kell búvárkodni a tudatban. És ez azt jelenti, hogy jóval több mint ami a személyiségünk, ez a felszínes énünk, Szilvi belement a tudatnak egy olyan részébe, amivel minden ember foglalkozik. És a mai ember egy kicsit inkább a halálra fókuszál, és a halál túlélése, a halál elkerülése, ami biztos ugye a halál, ilyen mondásaink vannak, és ezért ennek a múlandóságnak a veszélyei elkerülendően próbáljuk az egész életünket szervezni, tervezni. És hát Szilvi az életveszélyek biológiájával foglalkozik, mind biológiai oldalról, mind technológiai oldalról, mind pszichológiai oldalról, tehát egy nagyon-nagyon komplex és nagyon tudományos szakértelemmel, és mindamellett egy bájossággal, kedvességgel, tényleg igazi szeretetteljességgel tudod ezt átadni az embereknek, a segítséget megadni, hogy te hogy látod ezt most per pillanat egy pár mondatban, hogy mivel is foglalkozol te? Köszönöm szépen ezt a bemutatót, majd igyekszem megfelelni mindannak a jónak, amit elmondtál. Igyekszem sokszor összefoglalni, hogy mivel is foglalkozom. A legutóbbi definíció talán, ami a leggyorsabban elmondja, hogy a boldogság, a kudarc, a siker paradoxonjának a feloldását dolgoztam ki. Rájöttem, hogy hogy fordulhat az elő, mi lehet annak az oka, a legtermészetesebb eredendő oka, hogy sokszor olyan szorgalmasak vagyunk, tanulunk, dolgozunk, képezzük magunkat, mindent megteszünk a sikerért, ami mégis elmarad. Legyen az a szeretet elérése, a boldogság elérése, egy evilági cél elérése. Ugyanakkor gyakran előfordul az is, hogy egészen lókötő módon élő, konzekvenciától mentes életet élő emberek mégis könnyed, boldog, sikeres életet élhetnek. Ilyen is előfordul. Arra gondoltam, hogy ennek lennie kell egy eredendő, egy közös okának. És ezt találtam meg, hogy sokszor a tudatos és a tudattalan szándék nincs összhangban. Erre már többen rájöttek előttem, de ennek az egész kudarcrendszernek, sikerrendszernek egy egyszerű biológiai oka van, hogy az életünk védelme érdekében tudattalan, ösztönszintű reakcióink megakadályozzák a tiszta szándékot. És ha ehhez visszatalálunk, ehhez adok egy módszertant, amikor megtaláljuk azt az összhangot a tudatos szándék és a tudattalan reakcióink között, megtaláljuk ezt az együttműködést, akkor visszatalálunk az eredeti természetünkhöz, amire már rájöttek eleink is, hogy a természetességben rejlik igazából a siker, és hogyha egy természetes rendszert nem a saját szabályai szerint alkalmazunk, akkor nem fogja azt a hatékonyságot mutatni, amit elvárunk tőle. Ennek a technikáját dolgoztam ki, és az elméleti biológiai hátterét. Hogy mennyire aktuális az, amit te kaptál, tudást, és az a rengeteg konzultáció, az a rengeteg tapasztalat, nem is tudom, hogy hívod ezeket esett tanulmányoknak,
nevezede, amit ugye utána még meg is vizsgáltál mindenféle szempontból, az segített hozzá, hogy ezt feltárt, mert én szeretem megnézni azt, hogy hogy illeszkedik ez a mostani világba, ahogy alakulnak a dolgok, ahogy az embernek az evolúciója vagy a tudata látszódik változni. Tehát mindenféleképpen, mintha egy paradigmaváltáson menne át a mai ember. És ugye Einstein azt mondta, nagyon-nagyon, tényleg nagyon bölcsen, hogy ugye a fizikai, kvantumfizikai mindenféle meglátására és felismerésére alapozva, hogy ugyanazon a szinten soha nem fogjuk tudni megoldani a problémát, amin létrehoztuk. És ugye, Szilvi, te azzal foglalkozol, főleg amire rálátásod lett valahonnan, hogy belelátsz egészen az elmébe, mind a tudattalamba, mind a tudatos részbe. Ugye ennek a konfliktusáról beszéltél. Igen. Igen. De ugye ahhoz, hogy erre te ilyen mélységbe rálás, ahhoz egyfajta tudati dimenzióba kellett kerüljél. És ez az a változás talán most, ami látszik, hogy az embernek ezt most meg kellene lépnie. És ebbe szeretnénk belemenni a mai beszélgetésen keresztül, megnézni azt, hogy vajon miért jött el annak az ideje, hogy nem akarjuk tovább görgetni a régi mintákat. Mi történhetett az emberrel, ami miatt azt mondta, hogy én nem akarom tovább anyám sorsát élni, nem akarom apám sorsát, nem akarom azt a kapcsolati mintát, és még olyan szinten nem akarjuk folytatni ezeket, amit karmikus dolgoknak neveztek el, hogy akár még azt is bekockáztatjuk, hogy a tudatalattink életvédelmi mechanizmusait felszámoljuk. Szerinted mi lehet az oka ennek, hogy ennyire erőteljesen megjelent az emberben ez a vágy? Rögtön az elején kezdem a végén, tehát olyan sok érdekeset kérdeztél, hogy nagyon igyekeznem kell, hogy mindenre tudjak válaszolni, de a legérdekesebbnek, a legfontosabbnak tartom az utolsó kérdésedet, hogy mi történik akkor, amikor ezeket az életvédő mechanizmusokat, amik a viselkedés mintáinkat kialakítják, jövök és belepiszkálok, hogy akkor vajon meghalunk-e? Az intelligens rendszereket érdemesebb úgy kezelgetni, finoman, gumikalapács helyett, hogy először megfigyeljük, hogy szeretnek működni. És meg lehet változtatni egy intelligens rendszer működését, akkor is, hogyha ő azt még továbbra is szereti. De ehhez ismerni kell a szabályokat. És nagyon fontos, hogy az üzletfeleinkről, az üzlettársainkról, akinek van ellenségeiről, az ember a sportársairól, Székely Éva nyert így olimpiát, hogy mindent tudott az úszó ellenfeléről, és tudta, hol kell felbosszantani. Tudjuk az üzletfeleinkről, hogy minden szokásukat, mert ha tudjuk, hogy kávé előtt nem jó felhívni, akkor tudjuk, hogy azt az ügyfelet 10 óra után fogjuk felhívni. Mindent tudunk róla, de vajon tudjuk ezt magunkról? Ezek a menedzserek és üzletemberek, alkalmazottak hogyan tudják ellátni úgy a feladatukat, hogy nem ismerik önmagukat? Az életvédő rendszereket, ha megismerjük, akkor veszélytelen az életre az együttműködés velük. Úgy élni, hogy nem ismerjük a saját ösztönös életvédő rendszerünket, olyan, mintha bekötött szemmel vezetnénk. Vagy mintha elmennél a Pilvax kávéházba egy időutazásra 48-ba, és megkérdeznéd, hogy ki ez a Petőfi Sándor. Tehát ez mindenképpen úgy elutasítani egy rendszerrel való együttműködést, hogy nem is ismerjük, úgy gondolom oktalanság volna. Érdemes megismerni, hogy épül fel a Homo sapiens robotpilóta üzemmódja, ahogy ma divatosan nevezik, és utána még mindig eldöntheti az ember, hogy ebbe bele szeretne nyúlni, vagy sem. De kérdezem én, azok, akik
számára világos, akik csak egy lépést tesznek az életvédő biológiánk megismerése felé, ott rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy tévhitek képesek rögzülni a tudattalamban, ha feldolgozatlanul kerül információ a tudattalamba. Ezt hívják karmának, a keleti filozófia jeles képviselői. A karma ellenőrizetlenül felmerülő impulzus, mondják ők. Hát akkor tüsténkedjünk úgy, hogy ellenőrizetlenül ne kerüljön oda le semmi. Erre találta ki a biológia beszédet, a beszélgetést, amit ma igencsak elhanyagolunk, és ekkor tesszük fel a szemellenzőt, ekkor kötjük be 220-nál a szemünket. Ha történik egy életveszélyes esemény a családba, puszta kíméletből nem beszélünk róla, pláne ha egy gyereknek mondjuk elveszti valaki a barátját, kicsit nehezen beszélek róla, mert velem előfordult gyerekkoromban, és ilyenkor már jelez is a tudattalan, hogy áj, erről nem beszélünk. Az már valahogy lerögződött, a barátságot kerüljük, a közeli emberi kapcsolatokat kerüljük, mert azok meghalnak. És akkor leélünk egy életet értékes emberi kapcsolatok nélkül. Ez egy téves rögzülés, aminek a jó szándék volt az elindítója, hogy a szüleim és a tanáraim, amikor látták, hogy nagyon kikészített a temetés, akkor nem ültek le velem beszélgetni, hanem elterelték a figyelmemet. De hogyha komolyan vesszük a gyermekeinket, vagy egymást, akkor beszéltetjük, mert azért nem gondolhatja senki komolyan, hogy épp az, ami az állatvilágból állítólag kiemel bennünket, éppen ezt ne használjuk vigaszra, éppen ezt ne használjuk értelmezésre, éppen azzal akarunk valakit megkímélni, hogy a legemberibb eszközünket nem használjuk. És ezzel a teljes jó szándékunk mellett elveszítjük azt az esélyt, hogy ellenőrzött, konkrét, hasznos információk rögzüljenek az életveszély pillanatában, vagy az a körüli időszakban, amikor nyitott, mint egy szivacs mindenki elméje, hogy a tapasztalatokat leszűrje, hogy azt majd felhasználja. Köszönöm, ez nagyon elgondolkodtatott engem az, hogyha az életveszélyek, amik a tudattalamban rögzültek, az összes ősünk által túlélt életveszély, ugye ezeket, amiket túléltünk, azt előszeretettel ismételjük, és amiket ők nem éltek túl, akkor azokat megpróbáljuk elkerülni. Most, ha ez annyira tökéletes lenne az a rendszer, akkor igazából sosem halna meg senki, hanem mindig csak olyan halálesetek történhetnének ténylegesen meg, azon kívül, hogy a biológiai óra lejár, megöregszik mondjuk a test, és tényleg egyfajta természetes elmúlási folyamatnak, tehát csak természetes halállal halnánk meg azon túl, hanem csak olyan halálesetek realizálódhatnának, amik még soha nem voltak azelőtt. Hiszen a tudattalamban mindenre van valami reakció, valami válasz. És mégis ugye az univerzum valahogy, mintha úgy működne, a teremtés folyamata, egy folyamatos teremtődés van, hogy igazából mindig minden pillanat új. Tehát soha nem lehet ugyanazt a pillanatot még egyszer megismételni. De hogy engedi meg a tudattalan ennyi sok okos védelmi programmal, felismerő dolgokkal, mindenre van valami javaslata, hogyan engedheti meg azt, hogy én egy teljesen új életet, hogy mindig az új felé legyek nyitott, hogy mindig megújulhassak, hogy mindig a következő újjászületés legyen egy következő napom. Mennyire akadályoz minket a tudattalan abban, hogy amit nem ismer még, abba belemere minket engedni? Picit messzebbről kezdeném, hiszen a paradigmaváltásról nem beszéltünk, pedig igazán a szívem csücske, hiszen ennek sok mindent köszönhetek az életemben. Régebben voltak ilyen gyufa játékok, meg fogpiszkáló játékok, hogy logikai játékok voltak, logikai feladványok voltak a gyufás doboz hátoldalán, és én észrevettem, hogy akik ezt meg tudják oldani, azokra felnéz a közösség,
És én nem voltam annyira népszerű gyerek óvodában, meg kisiskolában, hiszen nálunk úgy voltak életveszély túlélések a családban, hogy egyfajta kirekesztettségben egyedül éltünk túl életveszélyeket, az ilyen emberek nem válnak a társaság középpontjává, és ezt aztán elősegítjük testsúlytöblettel, stb. És amikor mégiscsak feloldódik ez a dolog, mégiscsak odafigyelnek valakire, akkor érdekes módon a testsúly rendbe jön. Tehát van egy ilyen összefüggés is az életveszélyek között és a szociális befogadottság között, meg a közösségi rangsor között, de én akkor nagyon igyekeztem, hogy csak el tudok bánni ezzel a pár fogpiszkálóval itt, ott a megoldás, csak azt a kettőt elmozdítom, és akkor mindenki befogad, meg azt fogják mondani, hogy okos vagyok. Erre nagyon vágytam, ez egy természetes dolog, hogy a közösség befogadására vágyjon valaki, ez egy ősi ösztön, hiszen sokkal egyszerűbb életben maradni új környezetben, régi környezetben, tigrissel, tigris nélkül, madárpókkal, kígyókkal, hogyha vagyunk ott többen. Ezért ez egy ösztöntörekvésünk. Amikor én ezt a logika mentén próbáltam elérni, akkor egy egyszerű eszközt választottam, és arra lettem figyelmes, hogy figyeltem a feladatot, megoldást, feladat, megoldás. És a hagyományos gondolkodással képtelenség volt megoldani ezeket a feladatokat. És engem az a nehézség, hogy hát szerintem kövér gyerek voltam, és így a rangsorban egy kicsit jól hátrébb, eléggé hátul. Pont ez nyitotta fel a szemem arra az útra, amit azóta is követek, a paradigmaváltás útjára. Tehát, hogyha az volt a feladat, hogy távolítsd el a lapátról a szemetet, amit gyufákkal volt kirakva, úgyhogy csak két gyufát mozdítasz meg, akkor mindenki megpróbálta eltávolítani a szemetet, plusz még egy pálcikát. De a lapátot kellett odébb tenni. És ma ennek a korát éljük. És a legnagyobb nehézségem, ami óvodás meg kisiskolás koromban volt, utána aztán már úsztunk, rendeződött a testsúly, de amivel a legtöbbet kínlottam, pont egy paradigmaváltás hozta el a sikert. És ez ma is így van. És ennyit a paradigmaváltásról. Ma is ugyanígy vagyunk ezzel, hogy a mai problémánkat, ha beleragadunk abba a szemléletbe, hogy a probléma nehéz, a probléma fáj, a halál rossz, a betegség egy ártó dolognak a következménye, akkor nem tudunk ebből kikerülni. Igen, pont erre irányult a kérdés, hogy ha valaki felismeri ezt, hogy igen, most ezt meg kell lépjük ezt a szintet, tehát nagyon úgy tűnik, hogy olyan helyzeteket generál most nekünk a teremtés, amit a régi módokon nem tudunk megoldani, vagy több-kevesebb sikerrel oldjuk meg, és ezt az új típusú gondolkodást, ezt a tudatváltást, ez a tudatnak a paradigmaváltását meg kell tegyük, mennyire akadályoz ebben minket a tudat alatti. Tehát igazából oda akarok kiukadni, hogy elkerülhetem-e én azt, hogy ezekkel a dolgokkal szembenézek. Nem tudom a jövőt, de biztos, hogy sokkal nehezebb a régi dolgokat, a régi problémáinkat a régi módon megoldani, mert hogyha az működne, akkor nem lennének problémák. Tehát mindenképpen szükséges, ha szellemileg frissnek képzeljük magunkat, már pedig senki nem szembesülne szívesen az ellenkezőjével, akkor gyógyítanak is lélekgyógyászok, lélekbúvárok azzal a módszerrel, hogy mindent kérdőjelez meg. És amikor meg akarjuk ismerni önmagunkat, vagy a problémáinkat, akkor magam is használom ezt. Minden egyes szóra rákérdezek. Mindent hajlandó vagyok a másik oldalról is megnézni. Mert addig csak filigasságok vannak, amíg nem látod a teljes képet. Az egyik gyógyító technikának, vagy önismereti technikának pont az a lényege. A teljesség az akkor mutatja meg magát, ha a dolgok másik oldalát is megnézzük. Olyan tabu témákkal foglalkozunk ma, teljes mellszélességgel vállalva, aminek soha nem néztünk utána. Például ilyen a bűn fogalma,
ilyen a nemzetek, a bűnös nemzetek fogalma. Sőt, még a családtagjainkkal is képesek vagyunk összeveszni. Amikor a tudomány már hozza azt, hogy minden csak tudattalan mechanizmusok összessége, minden gondolatunk a tudattalan reakcióink által befolyásolt. Ha nem is tudja teljesen legyőzni a tudatot, mert reménységnek ott van a józanság, a gondolkodás, van egy kontroll, minden a tudattalan mintáinknak az eredménye, minden egyes gondolatunk, és csak úgy véljük, hogy az tudatos, de a paradigmaváltás azoknál tud eljönni, akik valamiféle logikai kapcsolatban voltak egy paradigmaváltással 700 évre legalább visszamenőleg az őseiknél. Ez így nagyon leegyszerűsítése a dolognak, mégis ma, amikor évszázadok óta nem jól használjuk a saját testünket, mert a homo sapienshez a népi kultúránkban és a hagyománykincsünkben hozzátartozik a beszéd, az életveszélyes helyzetek kibeszélése, lásd a haláleseteknél a sirató asszonyoknak a szerepét, amikor milliméter pontosan elmondták, hogy mi okozta a halált, így az utód generációnak. Emlékszem magam olyan temetésre, amikor elhangzott, hogy nem ám nem a jósága miatt halt meg a Pista, hanem a felelőtlenség miatt, hogy nem szóltak neki a szomszédok, hogy kiásták a gödröt, és sötétbe a megszokott úton ment haza. És ez a temetésen elhangzott. Így az utód generáció egy átszellemült, megértő, mondhatnánk romantikus, szeretetteljes pillanatban, amikor elkísérünk valakit az utolsó útjára, ez egy fajta más tudatállapot, egy nyitottabb, befogadóbb tudatállapot. Így feldolgozott információ tudott rögzülni. A jóság nem halálos. A felelőtlenség halálos. Ma, amikor nem beszéljük ki, ha egy fiatal ember meghal, akkor az utód generáció együtt fogja kerülni a jóságot és a felelőtlenséget, mert a tudattalanra bízzuk, hogy mindent rögzítsen, ami az életveszély pillanatában jelen volt. És amikor felismerjük, hogy a biológia így működik, akkor okosan el tudjuk kezdeni használni, és a javunkra fordítani. Én azt gondolom, életveszélyes nem használni a tudományos ismereteket, életveszélyes nem használni egy feltárt életvédő rendszert. Az életveszélyes. Félni tőle felesleges, meg kell ismerni. És amikor megismerjük, akkor józanul tudunk dönteni, hogy ez a javunkat szolgálja vagy sem. Nem kerülhető ez el ma, mert akkora káosz van a rendellenes használatból adódóan, hogy a megváltó már szerintem rég azt mondja, hogy rendeltetésszerű használat, rá tud csak garanciát vállalni, de erre már ő sem. Igen, nézzük meg azt, hogy igazából a mostani időszak globális szinten olyan helyzetek elé állítja az embert, ahol igenis meg kell tudni ugrani ezt a paradigmaváltást, és ez a paradigmaváltás egyébként nem több, mint az elme fogalmi szintjéről felismerni azt, hogy van-e mögött egy tér tudat is. Hogy van egy olyan tér tudatosság, aminek a jelenléteként tükröződünk itt mindannyian, ahonnan fel tudod ismerni ezeket a mechanizmusokat, és nem úgy éled az életedet, ahogy egyébként a mostani ember, vagy nem tudom, hogy mióta él így a homo sapiens, hogy megtanulunk dolgokat, utána azt gyakoroljuk, utána azt módosítgatjuk, fejleszgetjük, aztán elfelejtjük, vagy kidobjuk az egészet. Dienes Istvánnal voltunk a táborban ugye most nyáron, az elmúlt nyáron, és mondott egy olyan példát, hogy erről a paradigmaváltásról volt egy tudós, aki könyvet írt, mert egy tudományos vitákba keveredett másokkal. És azt mondta, és te is tudom, hogy rengeteg tudományos dologgal, tehát igazából a tudomány oldaláról kezdted ezt az egészet felgöngyölíteni, megtapasztalni, gyakorlattá teremteni, és azt mondja az a tudós, hogy van olyan, hogy
egy paradigmát csak akkor tudunk megugrani, akkor tudunk a következő szintre ugrani, hogyha a régi dolgokat, a régi dolgokhoz ragaszkodóknak egy nagyon nagy része, akár egy egész civilizáció vagy generáció kihal. Vagy az az adott tudós, amelyik képviseli azt a nagyon erős tudást, elméletet, annak meg kell halnia ahhoz, hogy az új megszülethessen. És nézd meg most, hogy olyan életveszélyes helyzetek elé állították az embereket, ahol egyértelmű volt, hogy ha te rosszul döntöttél, akkor most adott esetben vagy már nem vagy itt közöttünk, vagy itt vagy, és különböző problémákat kell elszenvedjél. És egy következő beszélgetésben szeretnék veled arról beszélni, hogy milyen testi tünetek vannak konkrétan. Adott esetben egy oltásnak a tünetei, hogy jelentkeznek, milyen energiablokkokra hívják fel a figyelmet, de ezt nem most akarom megbeszélni, hanem azt, hogy ez, mintha most tényleg ez lenne, Szilvi, ez a vagy megugrod ezt, vagy mész. Ha megugrod, akkor viszont egy egészen más szinten kell már élned az életedet, amit már nem olyan módon tudsz megszerezni tudást, hogy megtanulom, mert nincsenek rá könyvek. Még nincsenek rá könyvek. És itt jön be, ugye, amit te nagyon szeretsz, a kvantummechanikát, aminek valahol pont ez a titka, hogy igazából intuitív módon tudod a tudást megszerezni. Mit gondolsz te erről, hogy mennyire vagyunk vízválasztó helyzetben? Most csak az elmúlt 2-3 évet nézve. Hát ez nagyon nagy ismeret kell, hogy elmondjam, hogy ez egy vízválasztó, vagy egy jól átgondolt üzleti terv, hogy féljünk és fogyasszunk még többet, és rettegjünk, és aztán ezt lehet fokozni, hogy ez valakinek egy gazdasági válság, vagy egy pseudo gazdasági válság okoz-e gondot. Erre nem vagyok hivatott, hogy erre válaszoljak, mert ezt majd meglátjuk, hogy mi lesz a következménye az elmúlt 2 évnek. Ezt nem tudnám megjósolni. De azt tudom, hogy ha leszedjük magunkról azokat a tévesen rögzült, ösztönszinten, reakcióként megjelenő gondolatokat, döntéseket, amik tévutakra visznek bennünket, mert valaki éppen túlélt egy árvizet, és akkor el kell, hogy ússzon az egész vagyonom, és akkor úgy fogok tárgyalni az üzleti partnerrel, hogy nem veszem észre a szerződésbe azt a 2 szót, amivel megmenthetném a vagyonomat. Nem, hagyom úszni, mert valaki nálunk árvizet élt túl. Vagy hogy elvitte a víz mindenét. De ha ezeket leszedem, ezeket a, mivel nem lett kibeszélve, hogy nem a vagyon elúszása miatt maradtunk életbe, hanem a falu összefogása miatt, hogy kimentett bennünket az árvízből. Ezek óriási különbségek, és hogyha nem beszéljük ki, akkor megy a vagyon. Akkor ha mindenem elúszik, túlélek, ez fog rögzülni. És hogyha most nem vizsgálom felül ezeket a régi rendszereket, akkor ezek maradnak. Akármilyen krízis helyzetben, akkor tudom a legbiztosabban reális döntést hozni, ami számomra a leginkább életben tart, amivel a legnagyobb vagyont tudom összeszedni, amivel a legnagyobb biztonságban tudom a családomat. Majd, hogyha ezekből a téves automatizmusokból minél többet levarázsolok magamról. Ehhez paradigmaváltás kell, hogy elmerjem hinni, hogy van ilyen. Egy. Utána megmerjek ismerkedni valamivel, ami még eddig nem volt. Elmerjem hinni, hogy ezek a magyarok már megint kitaláltak valamit, és hogy nehogy már most pont valaki éppen most majd egy olyan segítséget ad nekem, amivel aztán a világ is jobbra fordul. Pedig erről van szó. Ez most pont olyan, mint hogy elhitte magáról egy óvodás kislány, hogy egy olyan gyufás hátulján lévő logikai játékot, ami kifogott sok felnőttön, hogy annak nekiáll, hogy ő azt majd leszedje, amit ki fog tudni rakni.
ehhez nálam paradigmaváltás kellett. És rájöttem, hogy a gyerekek, hogy Janikovszky Évát idézzem, csak kicsik, de nem hülyék. Mert már a lehetőséget elhinni. Ma a paradigmaváltás olyanoknak, akiknek belehalt valaki abba, hogy elhitte a lehetőséget. Mert van olyan, aki brilliáns elme valamelyik témakörben, de nem tudok neki segíteni, mert valakie úgy élt túl életveszélyt, konkrét példa van rá, hogy a munkaszolgálatot, meg azt akarta a falu, hogy értse meg, hogy ha 3 gyereke van, akkor nem viszik el a felszabadító seregek munkaszolgálatra, de neki még csak 2 van, és hiába vajúdik az asszony, ha még előtte ideérnek, mielőtt felsír a baba, akkor el fogják vinni. És nem fogta fel, mert az ő eszmerendszerében az emberség az nem engedte volna meg, hogy valakit egy vajúdó feleség mellől elvigyenek. Hát erre a felszabadító orosz csapatok nem nagyon voltak érzékenyek. És nem bújt el. Azt mondta, hogy ő nem bújik el, mindenki látja, hogy mindjárt lesz 3. gyereke. És gépfegyverrel felkényszerítették a vagonokra. És azt a gépfegyveres részt, azt ő még, azt az életveszélyt még túlélte. Ezért az utódgeneráció képtelen felfogni az egyértelmű összefüggéseket. És azt hiszi magáról, hogy fogyatékos vagy, vagy ő egy csökkentebb értelmű. Ugyanígy van a nyelvérzékkel, ugyanígy van a matematikai tudással, és ezek a ma divatos szóval hiedelemrendszerek irányítanak bennünket. Én hülye vagyok a matekhoz, ha bírja a kamera ezt a szót. Nem, az új germán medicina is tudja, hogy ez csak egy hiedelemrendszer. Az életveszélyek biológiai pedig pontosan tudja, hogy az összefüggéseket, na az ilyen emberek esetleg gyengébbek lesznek abban, hogy matekból nagyon jók, de ha át kell tenni a gyakorlatba a logikát, azt már nem értik. Tehát szöveges példát meg tud oldani, de a boltba már becsapják. Ez nagyon komoly, mert azért a tudatnak egy olyan mély területén vagy már, ami igazából a felszínes életünkben, az élethelyzeteinkben úgy jelenik meg, hogy vagy nagyon nem jön össze valami, tehát bár semmit, tehát hiába teszel meg az égvilágon mindent, de nem jön össze, vagy mikor már éppen összejönnének a dolgok, akkor omlik össze minden. Tehát, hogy ezeknek azért sokkal erőteljesebb és sokkal mélyrehatóbb, traumatizálóbb tünetei vannak már, amikor már életveszélyhelyzet vagy halállal kapcsolatos helyzetek vannak, tehát igazából felismerhetők ezek. Én szeretnék egy olyan energiáról beszélni veled, hogy mostanában azért látható, hogy nagyon nagy divat az a kollektív áldozattá válás. Tehát amikor csoportok, régen is voltak erre példák, de most én nem a régi dolgokkal szeretnék foglalkozni, amit egyébként újra felevenelítünk, állandóan évfordulókat tartunk, stb. Megemlékezéseket tartunk, hanem hogy mostanában egyre nagyobb tömegekkel játssza el valami, mondjuk így, hogy a tudat akár, vagy pedig olyan érdekcsoportok, akik ezzel még tudnak játszadozni, amikor kollektív szinten válhatunk áldozattá. Az a kérdésem, hogy mennyire nehéz az oldás akkor, amikor egy komplett csoport, akár embermilliók tartoznak ide, akár most károsultak, akár legyen szó pénzről, legyen szó egészségről, legyen szó az élet elvesztéséről is egészen konkrétan, tehát halálesetekről is, mennyire erősen tudja akadályozni egy ilyen kollektív csoport erő azt, hogy ebből én ki tudjak jönni, vagy inkább ilyen közösebb nyalogatás címen inkább mindig visszahúz. Hol fordul át az, amikor a közösség nem az életemet védi, hanem inkább benne tart a szenvedésben, a fájdalomban, a sérelemben? Hát itt Szántai Lajos szeretném idézni. Ő azt mondja, hogy a nemzet szó az nem véletlenül alakult ilyenné. Az arról szól, hogy ki kit nemzett. És az, hogy Schützenberger éppen 700 évig vezette vissza az őseink, az eleink, a nemzetségünknek a sorsát, hogy valamiként befolyásolja a mi életünket, a
ez a biológia, amiről beszélünk, az életveszélyek biológiája, talán ijesztőnek tűnik, de nem a mai életveszélyeket kell nézni, hanem a régi életveszélyek mintáit éljük újra. És hogyha a nemzet fogalmát megnézzük, egy pár összeházasodik, lesznek gyerekeik, unokáik, ükunokáik, dédunokáik, szépunokáik, és itt már a nagyszülők, dédszülők, szépszülők, ipa, mapa, nem is tudom, hogy van tovább, de lehet, hogy az egy másik rokonsági fok, majd utána nézek, de olyan nagy szám, hogy az már egy nemzet. És hogyha olyan régről görgetjük a sebeket, az áldozatiságot, azért régen talán 20 év körül volt egy emberöltő, tehát 5-6-7 emberöltő, nem is volt olyan régen, de hogyha ott történt valami, olyan emberszaporulat, olyan számú egyed él ugyanazokkal a tünetekkel, hogy ugyanazon probléma eredőből adódóan, hogy egy egész nemzetre ez kihathat. És bizony a családrendszerben létezik egy olyan düh, egy olyan erő, hogy aki ebbe bele szeretne piszkálni, hogy nemzetszinten, össztársadalmi szinten szeretné megváltoztatni, még a pici családban is a szülők, nagyszülők elzárkoznak az életvédő információk elől, sőt a megismerés elől is, éppen azért, hogy ne változtassuk meg, hiszen nézzünk körül, mindenki él. De a paradigmaváltásra pont itt van szükség, mert hogyan tud meg, tehát a család az egy olyan csodálatos rendszer, hogy ahol probléma van, onnan ki is tud vezetni, de a paradigmaváltásra ott van szükség, hogy ezt nem a család fogja megtenni, hanem te meg én. Nem úgy, hogy kiállunk beszélgetni, és amit most csinálunk, hanem ezt megfűszerezzük azzal, hogy életútként a mélyére nézünk, minden egyes reakciónkat megvizsgáljuk, hogy hol is van? Na most ezt miért is mondtam? Ja, mert így halt meg, meg így élt túl. És ez a valódi tudatosság, amikor tudom, mit csinálok, és tudom, hogy miért. És akkor egyszer csak el fogom érni azt, hogy valami közérzetváltozás, valami megnyugvás, valami olyan nyugalom fog megszállni, mint a pohár, a tárgyakat, akik úgy elfogadják, mint a nagy bölcsek értik, hogy miért rakták oda. Tehát egy mélyebb jelenlét valósul meg, mert a bizonytalanságot tudom ezzel a paradigmaváltással megszüntetni, mert tudom mindennek az eredőjét, az okát, a szabályát, a törvényét, és akkor tudom a jövőjét is. Legalábbis esélyem van rá. A szabályszerűségek ismerete nélkül nem tudom, a csillagász mit csinálna, nem tudná a röppáját, vagy egyáltalán egy bolygónak a haladási ívét szabályokból kiszámítani. Ugyanígy vagyunk a jövőnkkel, de azt nem tudjuk könyvekből. A vér az, ami átörökíti az információt. Amikor rádöbbenek, hogy úgy idegesített engem, ahogy a nagymamám a tejföld keverte a fazék fölött, és aztán egyszer csak észreveszem, hogy egy bizonyos életkorban hopp, én is alulról fölfele keverem a tejföld. És itt elgondolkodtad, hogy tudod, hol volt az a kis parányi részem, aki ezt megjegyezte. Melyik szövet, memória, és miért jegyezte meg, hogy azt a tejföld úgy kell keverni. Itt vannak a titkok, amikor nem tankönyvekből, hanem ahogyan a nagymamától láttam, ahogyan anyu csinálta. Próbáljon meg valaki egy szakácskönyvből összedobni egy beiglit. Aztán próbálja meg úgy, hogy megnézte 5-6-szor, hogy csinálta az édesanyja. Hát melyik lesz finomabb? Ahol a forté benne van. És ugyanígy vagyunk azzal, miért... Vajon miért is a csillogó, villogó nyakláncok tetszenek nekem? Ja, mert hogy feltűnt valakinek. Ó, tényleg ő úgy élte túl azt az életveszélyt. Ne ijedjünk meg a szótól, hogy életveszély. Merjünk egy picit paradigmát váltani, nem olyan nagy dolog.
hogy egy negatívnak hangzó szót megvizsgálok. Mert hát, ha ott a titok, hát, ha ott van elásva. És azt fogom észrevenni, hogy ahogy hajlandó vagyok törődni a nagymamámmal, dédnagymamámmal, ahogy hajlandó vagyok odafigyelni az öregre, hogy is volt az a háborúban, akkor rá fogok jönni, ez egy csodálatos felfedezés, és az unalmas családi vacsorákra, ebédekre egy kitűnő feloldás, ugye amikor a polaroid gép kamerákat felfedezték, vagy elkezdték gyártani, akkor az ugye megmentette az unalmas vacsorákat, ebédeket, most ugyanígy meg tudja menteni a régmúlt dolgok felidézése, hogy ja, te azért vagy szókimondó, vagy te azért sírod el magad mindig, mert a Nócika annyira sírt, hogy ne öljék meg az apukáját az oroszok. És akkor ott rögzült, hogy így éltük túl az életveszélyt, akkor azért vagy te olyan sírós. És hogyha ezek olyan gyönyörű, egyrészt gondolkodtad, ami a magyarnak sajátja, másrészt közelebb hozza a családtagokat, harmadrészt ezzel a beszéd újra divatba jön a családba, nem kinevetni fogjuk, hogy jaj, anya sírós, ahogyan a kamaszok sokszor teszik, hanem egy egészséges érdeklődés alakul ki ok, okozat, erő és hatás között, ami már kvantummechanika. És hogy szépen becsempészük a tudományt a hétköznapokba, az érzelmeket a családba, és azt gondolom, ez egy olyan paradigmaváltás, amivel azt kezdjük el észlelni, hogy kicsit jobban érezzük magunkat. Egy kicsit nem a főnökünket hibáztatjuk, és áldozati szerepből egy picit kikerülünk, egy kicsit rájövünk, hogy ja, azért választottam ezt a munkahelyet, mert én itt pont ezt gyakorolhatom. És akkor lesz erőm máshogy viselkedni, és bizony, ha nem lehajtott fejjel megyek be dolgozni mondjuk egy munkahelyre, mert én tudom, hogy az őseim úgy éltek túl életveszélyt, hogy mondjuk én mindig ezekre a kivégzésekre szóltak, hogy ezeket a véres sztorikat hagyjam valami enyhébbe, de sajnos most ez jutott eszembe. Tehát, hogyha lehajtott fejjel megalázva éltek túl életveszélyt az őseim, mert gépfegyverrel megásadták a saját sírjukat, aztán utána mégiscsak szóltak, hogy na, ezek mégis életben maradhatnak, akkor az utód generáció lehajtott fejjel fog járni. De a lehajtott fej a közmondás szerint inger a lábnak, hogy belerúgjon, akkor ne csodálkozzunk, hogyha a főnök pont belénk rúg, pont bennünket aláz meg. És egy óriási paradigmaváltáshoz, egy olyan óriási hozzáállás váltáshoz vezet el egy családi ebéd, ahol rájövök, hogy azért aláznak meg mondjuk engem, vagy éppen bárkit, most épp ezt a példát találtam ki, vagy jutott eszembe, mert az őseim lehajtott fejjel éltek túl életveszélyt, hogy el tudom engedni ezt a mintát. Sőt, hova vezet ez? El tudom engedni a főnököm hibáztatását. Hanem azt fogom végig gondolni, hogy miért is tart engem tovább életbe az, hogy engem aláznak, lehajtott fejjel járok. Mit ad Isten, nem vállalom fel önmagam, és ne behajtott háttal beszélgetek veled, és nem felvállalom magam. 1930-ban mindenkinek volt tartása. Mi történt 2020 és 1930 között, egy archív filmet megnézünk, ott mindenki néptáncos tartásban adott interjút. Ma nagyon sokan így. Színésznőket látok Hollywoodban, hogy olyan gyönyörű estélyi ruhákban megjelennek, és ilyen a tartása. Na nézzük, ki élt úgy túl életveszélyt, hogy nem vállalta fel önmagát. Rengetegen, akiket a származásuk miatt, legyen a zsidó, cigány, vagy bárki, vagy sváb, de meghurcoltak mondjuk egy gépfegyver jelenlétébe, ő biztos, hogy ebben a testtartásban fog megmutatkozni a legszebb esti ruhába is. Esetleg, ha úgy élt túl életveszélyt valaki a családból, hogy nem vállalta fel önmagát, a származását, akkor
biztos, hogy nem fogja így felvállalni magát, akármilyen estélyi ruhát adok rá. Javaslom az amerikai filmekben megnézni, hogy ki hogy tartja magát egy estélyi ruhában. És érdekes módon a 30-as években szebb volt a nők tartása, mint a háborúk után. És egy nagyon érdekes esetet szeretnék most itt elmondani, hogy jobbnak láttam valamiért egy klienssel úgy beszélgetni, hogy meghívom egy szendvicsre vagy egy ebédre, és eljött a barátnője is. Konkrétan egy kávéházban voltunk tegnap. És éppen az önmagunk felvállalása volt a beszélgetés témája, mert nem tudott szakmailag előrébb menni, ha megtalálta is a jó megoldást valamire, gyakran élünk így, ugye? Mert ha meg is találjuk a jó megoldást valamire, nem merjük elmondani, hogy azok mi voltunk, vagy valahogy tudattalanul létrehozzuk, hogy nem merjük ezt így felvállalni, vagy álszerénységként máshogy adjuk elő, és ahogy elkezdtünk erről beszélni, a barátnő elaludt. Ugyanis a tudattalan, a tudatosulás nem szereti, hogy húha, mert ott összehoztuk, hogy milyen életveszély hozta ezt létre ennél a hölgynél, hogy a jó ötleteit nem meri felvállalni, ezért mindig beosztott marad. Nem tud a ranglétrán szakmailag előrébb kerülni. És egy valaki elaludt. Mert vagy düh, vagy pedig bealtat ilyenkor bennünket a tudattalan, amikor az életünket védő információ volt. Hát az ő felmenője úgy élt túl életveszélyt, hogy eltitkolták a származását. És ma, 2022-ben elalszik az utód a kávéházba, ha ez szóba kerül. Ez az életveszélyek biológiájának a csodája. De ha ezt feltáruljuk, akkor milyen lehetőséget kapunk, ha nem ijedünk meg az új dolgoktól? Egy szakmailag kiteljesedettebb életet, egy megértést. És ez a Jézusi út. Hogy miért a biológia a Jézusi út? A biológia, az kvantummechanika, ez DNS István is elmondta, és kvantumfizikával foglalkozó tudós társai is megerősítették. De miért ez a Jézusi út? Egyrészt, mert ítéletmentes, mert mindennek az okát nézzük, és az okozatot, az erőt és a hatást nézzük, és a biológia nem etikus. Ott van ok, okozat. A kvantummechanika nem etikus, ott van egy erő, meg egy hatás, meg egy a szakzsargonokban nem vagyok még teljesen otthon. De innentől ez már a Jézusi út. De a biológia, ha jól csináljuk, ha jól alkalmazzuk, az miért egyenlő a Jézusi úttal? Mert egyrészt a paradigmaváltás, ettől ma már nem fog elkanyarodni, úgy látom, hogy képes mindig a tiszta, logikus gondolkodásra, akkor is, ha a bűn fogalmáról van szó, aminél a legnagyobb paradigmaváltásra van szükség. De a biológia megoldja, és Jézus megoldotta, mert úgy köszönt el tőlünk a kereszten, hogy tudattalanul cselekszenek a gyilkosai, tehát nincs bűn. Ne, az ő részükről ez nem bűn, mert nem tudják, mit cselekszenek. Márpedig érdekes módon épp a bűntől váltott meg minket. És ott volt szegény, és nem törődünk vele 2000 éve lassan, hogy mi mindent hagyott ránk. A bűn fogalmának kivezetése a tudattárunkból, a fogalomtárunkból a megváltás maga. És véletlenül, hogyhogy nem így állnak a csillagok 2022-ben. Én nem értek hozzá, de Veres Mónika, meg azok, akik ehhez értenek, pontosan tudják, hogy eljött az ideje a bűn fogalma kivezetésének. Hát gondolom, most néhányan vagy elalszanak, vagy elájulnak, de nem én találtam ki. Ezt zajkózzák a téma szakértői, az ezotéria képviselői, nevezzük most jó értelemben ezeket a képviselőket, tényleg haladó szellemű képviselőknek, de egy egyház épült rá. Jézus egyháza
épült a bűnre, a bűntudatra. Tudom, hogy megosztó a téma, de definiáljuk jól, hogyha megértjük, hogy csak tudattalan cselekvés van, attól még az árt, hogyha valaki tudattalanul kioltja egy másik ember életét, nevezhetjük a régi szóval bűnnek, de a biológia tévesen rögzült életvédő mechanizmusnak nevezi, és a szabatosságra van ma a legnagyobb szükség. Szilvikém, köszönöm szépen. Én szeretném egy következő beszélgetésben folytatni veled azzal kapcsolatosan, hogy ez a mostani szenvedéses időszak, ez pontosan erre a paradigmaváltásra jó lehet-e, hogy szükséges a szenvedés, és mik azok a tünetek, amik mondjuk azt mutatják, hogy te tudnál segíteni valaminek a feloldásában, vagy valamire ránézni, vagy egyszerűen csak rendelkezésre állsz, hogy veled meg lehet beszélni azokat a dolgokat, amiket mondjuk egy család azt mondja, hogy jobb, ha ezt te nem tudod, meg ez tabu, meg családban kell, hogy maradjon az információ, tehát, hogy azokat az eseteket is egy kicsit megbeszéljük, hogy konkrétan, hogyha valaki erre az útra rátér, és legalább a szándéka már megvan annak, hogy ő most valamit tesz önmagáért, vagy felismer olyan dolgokat, amiken nem tud túllépni, akkor hogy tud téged megkeresni. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor folytatjuk. Nagyon szépen köszönjük önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a VNTV YouTube csatornáján láthatják, viszontlátásra.